Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szép jó reggelt! Itt van a stúdióban már velem Herskovics Eszter, a 168 óra kulturális rovatának vezetője. Szia Eszter, szép jó reggelt szép kívánok! Reggelt. Hogy bírtad ezt a meleget? Nagyon nehezen. Dugók idefele? Dugók az pont nem volt. Minden simán ment. De tudod ment, miért? Mert mindenki elment a Balatonra, vagy külföldre, egy vízpartra. Hát akkor nézzük, hogy hol tartunk. A lóak a zsinagógai naptár szerint 5777, áv hónapnak 12. napja van. Tudják, ma péntek este van, illetve most még csak reggel, de lesz péntek este is, amikor meggyújtjuk a gyertyákat. A Gergely naptár szerint augusztus 4-e van és péntek. Minden Domonkos és Dominika nevű, utónevű nézőnket szeretettel üdvözöljük névnapjuk alkalmából. Az euró középárfolyama 303,84, és tudják, mi következik? Ami most következik, olyan kölcsön többet nem vesznek föl, 264,25 a svájci frank középárfolyama. És aki lemaradt a híradó végén lévő időjárás jelentésünkről, akartam mondani időjárás jelentésünkről, csak reggel nehéz beszélni, az embernek be kell járatnia a száját. Főleg nem így, 23 és 40 Celsius között lesz a mai hőmérséklet, tehát tessenek odafigyelni a folyadék háztartásukra, és egy körzeti orvosnak hívják ezt ma? Körzeti orvos. Családorvos telefonált nekünk, és azt mondta, hogy igen, figyeljünk oda a folyadék háztartásra, de kérjük meg a nézőket, hogy ne üdítő italakat, hanem vizet igyanak. Nekem tök mindegy, igyanak folyadékot, teát, tejet, amit akarnak, a lényeg az, hogy sokat igyanak, öltözzenek rétegesen, hogy legyen mit levenni, és ha lehet, akkor ne üljenek a léghűtés alá, mert megfázhatnak. És akkor nézzük, hogy mit hoz nekünk Eszter ma a 168 órából. Eszter, mi az, ami nagyon izgalmas ma ebbe a labba? Előtte nézzük meg, hogy mit ír az Izrael hajom. Az Izrael hajom azt állítja, hogy a téva gyógyszergyár szerte a világon mitra szék, azaz alkotó elemeire hullik. Úgy Amerikában a tőzsdén, mint a Tel Avivi tőzsdén is zuhannak a részvényeik nekik, és több mint 15 gyárat bezárnak, és több ezer embert elbocsájtanak. Aztán, hogy ez Magyarországra hogy fog hatni, arra majd egyszer később visszatérünk. Nézzük, mit ír a 168 óra. Hát nézzük, mit ír a 168 óra. Ugye a szokásos nagy összeállításunk arról szól, hogy kiemelném ezt a címet, a márkák az új migránsok, mert ugye szó volt erről, hogy a múlték ide sokkal rosszabb termékeket hoznak, és hát valójában ezt a V4-ek is nehezményezték. Igen, és hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ez nem teljesen igaz, nyilvánvalóan másfajta alapanyagokból dolgozik egy magyar cég, mint egy német, más egy paradicsomszósznak az alapanyaga, de hogy ez alapvetően ez inkább... A paradicsomszósz nem paradicsomból készítik? Igen, de más egy paradicsom mondjuk itt, vagy Olaszországban, vagy Németországban, tehát... Igen. Úgyhogy ez más a lényeg... Az ízvilága, más az ízvilága. Az a lényeg ennek, hogy tulajdonképpen cáfolják, és egy ilyen kampány dolognak tartják sokan ezt a bejelentést, mert hogy már kiderült, hogy azért ez nem teljesen így van, hogy direkt ezt irányabb azért ezt a cáfolatot én azért cáfolnám, mert hogyha azt a piros dobozos márkájú, a nevét nem mondom ki, mert nem fizetnek érte, üdítő ital, tiszta az ember itt Bécsbe, vagy Jeruzsálembe, vagy New Yorkba, az soha nem ugyanaz. Mindig teljesen más íze van. Mindig teljesen más íze van, és én állandóan a gyorsétterembe, ahol ezt adják, de gépből és nem dobozból, megvádolom őket, hogy a konkurenciáját adják, mert ennek teljesen más íze van, de kiderült, hogy nem, ez az csak... Hát, igen, igazából itt mondja is a fülembe a főszerkesztő azt mondja, hogy természetesen ez a víztől is függ. Sok mindentől függ. Na, akkor nézzük, de vízünk az nekünk sok van, és jó minőségű, úgyhogy itt jegyezném meg új fent, hogy tessenek sok vizet inni. Igen, folytassuk tovább. Igen. Ja, Fürjes Balázs. Exkluzív interjú. Exkluzív interjú. Lesz ő az USZA szövetség elnöke? Hát nem hiszem. De most már bármi lehet igazából. Itt a sikerekről számolunk be. A sikerekről pontosan. Mert azért voltak itt ezek sikerek, ugyan
Sokba kerültek, de azért a nagy világ ránk figyelt. Igen, sokan mondják, merjünk, hogy azért a szervezés jó volt. Igen, merjünk pozitívak lenni, igen. Szervezés jó volt állítólag, hallottam ennek a cáfolatát, és nyilván egy ekkora eseménynél van ilyen is, olyan is. Hát az arról meg el kell kezdeni beszélni, hogy hogy lett ez annyi. Eszter, ugorjuk Karácsony Gergelyt át, és nézzük meg, hogy a te rovatodban mi volt, hisz nézzük az egész meg. Lapot azért forgatjuk, mert te itt vagy, meg szerkeszted azt a rovatot. Mert különben azért nem biztos, hogy a 168 órát szemléznénk, de csak te érted. Ez szerintem amúgy is érdemes lenne, ha már itt tartunk. Ez még nem a kultúra rovat, de én értem, úgyhogy azért na, akkor gondoltam, halljuk. Hogy ez a lengyel helyzetről, egyébként is a lengyel igazságszolgáltatási törvényről, Mitrovics Miklós történész professzor, aki egyébként Lengyelország szakértő, és itt igazából összehasonlítottuk a magyar és a lengyel helyzetet is, és tulajdonképpen az jött... Mire jutottatok? Az jött le az egészből, arra jutottunk, hogy azon kívül, hogy gyorsabban és drasztikusabban zajlanak ott a folyamatok, mint ahogy nálunk, egy kicsit talán azért is, mert Orbán Viktor kitaposta az utat, hát látják a lengyelek, hogy azért az Unió ingatja a fejét, ugye most el is indították ellenük a kötelezettségszegési eljárást. De mi majd ezt megvétózzuk. De majd megvétózzuk, meg hát van sok ellenünk is. Szóval, hogy úgy Isten igazából azért úgy nem nagyon tud mit csinálni, vagy nem akar mit csinálni az Unió. És a másik része viszont, ami érdekes, amit mond, hogy Kaczyńskinek teljesen mások a céljai, hasonlóképpen működik, tehát végeredményét tekintve lerombol intézményrendszereket, fékek ellensúlyok felszámolása, tehát ez megvan, de például ő nem arra épít, hogy majd 20 év múlva is ő lesz hatalmon, és ezt mondja is egyébként Mitrovics Miklós, hogy nem összeesküvés elméletről van szó, ezt Orbán Viktor maga mondta, hogy ők hosszú távra rendezkedtek be, és Kaczyński esetében nincs ilyen, nem változtatta meg a választási rendszert, nincs egy, hát az egy másik történet, hogy nincs egy ilyen rettenetesen megosztott ellenzék. A médiát ugye nem monopolizálta teljesen, most már ugye az utolsó három lappal is. Tehát, hogy ott ez egy visszafordítható folyamat igazából ez a különbség, és még ami érdekes, amit mondott, hogy tulajdonképpen ennek van egy ilyen ideológiai alapja. Igen, csak az a baj, hogy ha az egészet elmondod, akkor nem fogják megvenni a lapot és elolvasni. Jó, akkor most itt be is fejezem. Még van egy nagyon érdekes, amit mondott pont. És akkor folytatjuk. Még sok érdekeset mondott, még nagyon sok érdekeset mondott, és akkor a 168 órában ott van. Itt egy elemző cikk, ez most ugye a Kőpolnál járunk, egy elemző cikk a V4 országaiban az antiszemitizmusról. Itt kik a vendégek ebbe? Barna Ildikó, Félix Anikó, ők beszélgetnek. Uh-huh. Egy erről készülő kötet. Akik nálunk is voltak, és a beszélgetés nem igazán sikerült velük. Megsértettek, mert az egyiket kislánynak neveztem. Olyan fiatal volt, és nem jutott eszembe a neve, és nem akartam, mint a papírjaimban. És a kislány, aztán kiderült. Hát megsértődök. Úgy látszik, hogy nem elég kemény dolog az antiszemitizmussal foglalkozni. Azt hittem, hogy ez megedzi az ember, és ilyen apróságra, hogy a műsorvezető emlékszik a nevére, vagy nem. Na nem baj, hát szokták mondani, hogy előfordul a legjobb családban, és majd nem jönnek, találunk más szakértőket. Kár értük, mert értenek hozzá, ha bár egy nagyon, nagyon más szemszögből látják, mint ahogy én látom, de hát ilyen az élet. Menjünk tovább. Ilyen az élet, ahogy te is mondtad. Ez azért majd elolvasom, mert kíváncsi vagyok a véleményükre, csak azért nem hívom őket, tehát majd itt titokban nézzük meg, hogy mi a véleményük. Igen. Igen, itt a publicisztika, Ceglédi Zoltán, a Mási Miklós, Újhely István, publicisztikai, és most rátérünk a Sziget 25. 25 éves a Sziget, Kardos József programigazgató beszél erről, hogy nőtte ki magát, Magic Mirror sától. Oké, az egy szép kor a 25 esztendő, de emlékszel, mikor voltál 25 éves? Hát nagyon régen volt már, úgy. Én a jövő héten leszek 65, úgyhogy én már túl vagyok a dupláján, nézzük tovább. Igen, ez egy kapolcsi fesztivál. Mielőtt a kapolcsra ugrunk, azt tudod, hogy a Sziget most nyit Izrael felé is, és ott is az ő közbenjárásukkal létrehoznak valami hasonlót? Igen, hallottam valami ilyesmit, igen. Hát most majd már kinőtte magát, tényleg ez a Sziget. Ez most már egy nemzetközi know-how lesz. Most már abszolút egy nemzetközi brand lett.
Ez meg egy nagyon érdekes interjú, nem mondom el, hogy miről szól, ugye már tanultam, de egy hódmezővásárhelyi kollégium, ami egy ilyen tanyai kollégium volt, hogy rájöttek még 180 évvel ezelőtt, most 80 éves, rájöttek, hogy a tanyasi gyerekek, a tehetséges gyerekek elkallódnak, mert elvégeznek 4 osztályt, és hiába tehetséges, hogy nem... Nincs, aki felkarolja őket. És már ez... 80 évvel ezelőtt rájöttek hódmezővásárhelyre. Hát mondtam, hogy azért van valami ebbe a hódmezővásárhelyi. Ott van valami. Igen, mert azért a szél szerintem is szép, és ez lett a Cseresnyés kollégium. És bízunk benne, hogy tovább növi magát, és lesznek követői. Igen, és akkor tulajdonképpen ennyi, és akkor ez tulajdonképpen, hogyha ez egy hirdetés, akkor azt mondnánk, hogy vegyék meg a lapot, és igen, utána... Még erről egy mondatot mondok, mert ez is érdekes, ez ugyan már nem a kultúrában van, de majdnem, szinte. Ez a nemecsek per, amikor is fölbukkant a 60-as években egy álnemecsek, aki azt állította magáról, hogy tulajdonképpen Pál utcai fiúkban két különböző figurából gyúrta össze Molnár Ferenc nemecseket, és hogy az egyik az nem halt meg, csak a másik. Cseres, hogy ilyen kis kövér, duci ember volt, aki ugye mutatott magára a gyerekkori képeket, az sem ez a kis egyszábél. És hát aztán természetesen kiderült, hogy egy csalóról beszélünk, és azt próbálja kideríteni a cikk, hogy nem árulom el a slusszpoént, hogy tulajdonképpen akkor ki lehet az igazi nemecsek. Mindezt meg lehet tudni a legfrissebb labból. Nézzük, mit ír a Népszava. Tegnap nálunk járt a közlekedési szakszervezetek szövetségének az elnöke. Hasonló témával foglalkoztunk, megelőztük a Népszavát. Kizsirigelt buszvezetőkről írnak, hát ebbe a 40 meg 44 fokban nehéz hát lehet belegondolni vezetni. Belegondolni is rossz. Aztán Németh Szilárd sorozat Pintér kisurrant, teljessé vált a média fideszes letarolása, állítja a Népszava egyházét az utolsó fillérig. De te magad nevéből beszéltél, itt meg én idézek egy újságot. Trónok harca a Műszaki Egyetemen. Szerintem ez a napilap is izgalmas, érdemes megvenni, aki olvasni akar. Magyar Hírlap azt állítja, hogy újabb sorosféle csapat szállhat rá hazánkra. NGO-k tengeri harcokban és migráns bizniszben. Nagyon érdekes, ebből aztán elég ennyi is. Aztán nézzük, további adócsökkentés sürget a számbevők elnöke, írja a Magyar Idők. Súlyos éveket kaphat az etikus hacker, ezt érdemes elolvasni, mert mi is ennek a fiatalnak a bűne, hogy etikus volt. Hát egyébként én olvastam olyan IT szakemberek véleményét, hogy nem, de én nekem laikusként, hát persze, hogy az a véleményem, hogy... De hát egy 18 éves gyerekről van szó, hogy egy 18 éves gyerek, aki azonnal jelezte, én nem látok ebbe semmit. Én szerintem nem megbélyegezni kéne, hanem segíteni. És egyébként a Németh Tészisz is azt mondta, az anyacég mondta, hogy az ilyeneket jutalmazni kell, nem megbüntetni. Nem börtönre. A Tészisztémnél úgy látszik, hogy két külön világ az itteni meg az anyacég, de hát erről most nem jutunk vidát. Molnár Zsolt laptop ügye is szakbizottsági téma volt, aztán elvesztette. Hát van ilyen, hogy az ember elveszt valamit, vagy ellopják, vagy kicsit rendetlen, és nem tudja. Újabb soros közeli lobby szervezet alakult. Itt még mindig egészségügyi stáb is jól vizsgázott a viadalon, mármint a vízi VB-n. Ezt is érdemes egy ilyen hűs fűszfa árnyékába átlapozni. És tulajdonképpen akkor ezzel a lapszemlénket ízelítőjét be is fejeztük, és már is láthatják nézőink az előtérbe Vágó Gábor, egy független civil, aki valamikor egy pártnak volt a tagja, és most független civil kutató, újságíró, aktivistaként megváltja a világot, és egy biztos, hogy szeretné a kormányt leváltani, aztán meglátjuk, hogy sikerülnek, és mit tud ő tenni egyedül, illetve hogy tudja a többieket rávenni, ezt kérdezzük tőle hamarosan. Most előzetesek, és utána jövünk.